Moldova elhelyezkedése miatt, ugye Ukrajna nyugati szomszéd, délnyugati szomszédja a Fekete-tenger az, az Odesszai terület mellett, és egyértelműen nyugatorientált politikai vezetése van Maja Sandu elnök vezetésével. Maja Sandurról tudni kell, hogy... A világbanknál dolgozott, tehát a bekötése egyértelműen nem csak azt jelenti, hogy nyugatos, hanem a nagyon nyugatos. hanem nagyon nyugatos, <laughs> azt ebből mindenki érteni fogja, tehát nagyon nyugatos, igen. Tehát, mert több nyugatos országot is ismerünk, többek között, ha így veszük, akkor Magyarország is az, de nem nagyon nyugatos, hogyha jelen pillanatban legalább ott a a emberei. Így van. Így van, tehát Moldova ilyen szempontból nagyon fontos ebben a, 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 a világrendért, az világrend átalakulása közepette Ukrajna körül e, dúló kisorítós duban, háborúban. Tehát mivel ott van a szomszédjában, és amennyiben Ukrajna fölött is és Moldova fölött is, mondjuk a befolyást a nyugati oldal e, szerzi meg, vagy letőleg ezek nyugati orientált országok, akkor azzal nyugatról, Belarus kivételével Oroszország körbe van kerítve. Tehát a jelentősége, meg megnöveli még egy dolog, tehát az, hogy itt Moldován belül is, egyébként Moldováról, hogyha beszélünk, akkor Európa egyik legszegényebb országáról beszélünk, most már Ukrajnával párban, és Igazából gazdasági jelentősége nincs. Ami gazdasági erő abban az országban van, az éppen, a, 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 amiről akarok beszélni a transznisztriai vagy nyeszteren terület, vagy trans, nyeszteren túli köztársaság. 30 évvel ezelőtt a Szovjetunió felbomlása után itt polgárháború dult, azóta ez egy befagyott konfliktus ez egy szeparatista terület, annó a lebegy, legendás lebegy tábornok által vezetett 14. hadsereg tett ott rendet, tehát a szeparatizmusnak a, a szovjetunió felbomlása után az első számú kiinduló pontja az volt, hogy, hogy nem Moldova maga megosztott. Van egy ilyen egy inkább román orientált, meg egy orosz orientált ö, rész. És ezek a, a keleti rész, a gyesztelen túli terület ö, egyértelműen a legerősebben orosz orientált, és azok ö, féltek hogy attól, hogy a szovjetunió felbomlása után Moldova újra egyesül egyesül, Unióra lépő Romániával, és akkor, tehát itt a belső háború alakult, ki a polgárháború, amelynek a vége egy béke lett, és azóta egy szeparatista területről, saját elnökkel, 200, egy félmilliós lakossággal, azon belül nagyjából 200 ezer orosz állampolgárral is állampolgárról is szó van, tehát itt az orosz érdekek már bejönnek. Ott nagyjából 1700 orosz békefenntartó állomásozik, azóta is ezt a törékeny békét tartják fönn. És még egy nagyon fontos dolog, hogy egy Kolvászna nevű kis falu közelében ott van Európa legnagyobb lőszerraktára jelen pillanatban. Ebben a lőszerraktárban eredetileg 40 ezer tonna lőszer volt, itt a Kelet-Európából kivonuló orosz csapatok lőszereit e, tartották ott. Azóta megsemmisítették nagyjából a felét, mert ez folyamatosan zajlott, így jelen pillanatban is ott van még félig lejárt szabatosságú, de azért használható 20 ezer tonna lőszer. Na most, hogyha ezzel valami történik, az rendkívül súlyos környezeti károkat okoz. Csernobili robbanáshoz Hasonlítják sokan azt, hogy mi történne ott, egy kis Csernobil. Tehát egyrészt a környezeti hatásai nagyon tragikusak lennének, ne geopolitikairól nem beszélve. És miért említem ezt? Mert nem lenne ördögtől való, hogyha Ukrajnának, annak az Ukrajnának, amelyik most háborúban áll, ugyanakkor van egy csomó még szovjet típusú fegyvere, de ahhoz már nincsen lőszere. Hogyha ezt meg akarná szerezni. Van nem, erre képessége? Nem véletlenül van ö, a Transnistria keleti határán ukrán csapatösszevonás. Tehát azt, amikor azt mondjuk, hogy itt most feszült a helyzet, akkor azért is mondjuk, mert mert ott ukrán csapatösszevonás látható. Tehát azt el is ismerték az ukránok, hogy van, de joguk van hozzá, mert az ukrán terület, persze, igen. Csak a kérdés az, hogy miért van ez? Mit akarnak az ott lévés? Az ovosok is vannak ott. Tehát mit akarnak? Valamiféle diverzáns akciót, egy, egy provokatív betörést, megtámadni ezt a raktárat, és a lőszereket megszerezni, és azért mondtam ezt, hogy ez így történne, feltétlenül az oroszok fölrobbantanák az ott lévő békefenntartók. Tehát a helyzet veszélyes, mert egyébként román oldalon is, tehát Moldova nyugati szomszédjában ott is érthető módon csapatösszevonások vannak, és tehát és akkor még arról, tehát említettem azt, hogy orosz állampolgárok vannak Transnistriában, kettős állampolgárok, 200 ezer akkora, az orosz faktor, meg a békefenntartók miatt is fontos. Itt azért rögtön szögezzük le, hogy elképzelhetetlen, vagy nehezen elképzelhető bármiféle orosz támadás, kivéve a támadást, hiszen az orosz erők távol vannak ettől a területtől, a nyeperen túl jelen pillanatban, hogyha innen nézzük őket. Tehát, ha valaki ide erre a területre be tud törni, az csak is az ukránok, és egyébként tavaly áprilisban ilyesmikről az ukrán elnöki kabinettből Ilyen, ilyen, ilyenekről beszéltek is, hogy... Hát kétfajta narratív volt, az egyik az a Putyin nem áll meg Ukrajnánál, hanem Moldovaig, a másik egyelőre meg... Egyelőre most látszik, hogy, igen, hogy, igen, hogy, hogy, hogy még Putyin a nyeperni egyelőre, a másik pedig az, hogy majd Ukrajna nem fog megállni. Igen. De azért itt azért ne felejtsük el, hogy nemzetközi jogi értelemben ez a Transnistria Moldova része, tehát ha Ukrajna oda behatolna, akkor az azt jelenti, hogy, hogy megsérti a vele egyébként egyre szorosabb kapcsolatban lévő Moldova szuverenitását. Egy nyugat hagyná például, hogy ezt egyetlen Ukrajna Ez jó megtegye, kérdés. vagy akarja egyáltalán? Ez jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nem. Már csak azért sem, mert itt meg a következő faktort, ami, ami megint csak a, a veszélyt növeli, tehát a potenciális veszélyeket, ezek pedig a román ambíciók. A román területi ambíciók Lesz még miénk Moldova. Lesz még miénk Moldova, igen. Tehát vannak olyan erők Romániában, akik ezt szeretnék. Tehát abban az esetben, hogy belobban valami, akkor az, az generálhat valamit román oldalról is. Ne felejtsük el egyébként, hogy éppen ma van ö, a Moldav Parlamentnek egy ülése, amin a a napi rendi pont az, hogy a moldavai nyelvet, a moldáv nyelvet ezentúl román nyelvnek nevezzék. Most, ha nyelvészkedésbe belemegyünk, igen, a román nyelv és a moldavai nyelv az ugyanaz, de ez politikai üzenet egyértelműen, hogy, hogy ezt most románnak nevezzük. Abban az országban, ahol egyébként Maja Sandu elnök kettős, tehát román állampolgár is. Na mondjuk, hogy ez hogy lehetséges, hogy az elnök kettős állampolgár, ezt mindenki döntse el magában. Tehát, ha mindehhez hozzávesszük még az említett belpolitikai válságot, és egyébként itt a, a, kérdésben megfogalmazott hír, vagy közölt hír, az azért pontosításra szorul, hogy amikor pucsról beszéltek, azt, hát hogy fogalmazzak, az ukrán titkos titkosszolgálatok értesítették, hát, 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 az titkosszolgálatok értesítették hát, igen, igen, hogy államcsin készül Kisinauban, Kisineút egyébként, annak is van magyar neve, hát kisjenő, de hát én maradok a Kisineunál. Tehát az ukrán szolgálatok értesítették a kisinai hatóságokat, hogy az oroszok ilyenre készülnek. Na most nézzük meg azt, hogy hol állnak az oroszok, meg milyen távol, meg hogyan. Mm, én nem nagyon látom esélyét annak, hogy itt ez lehetett volna. Minden esetre ez megint csak ö, ok lehetett arra, hogy, hogy bármiféle akció történjen úgymond önvédelemből a transnistriai orosz békefenntartók ellen. Tehát, hogyha hozzávesztük a belpolitikai válságot, mert a tüntetések egyrészt háború ellensek, nem orosz barátok, olyan, hanem azt nem szeretnék, hogyha ha Moldova belesodródna az ukrajnai háborúba. Tehát a tüntetéseknek ez a lényege. Ha úgy tetszik, ilyen értelemben akár orosz barátnak is nevezhetjük, de na én inkább nevezném a béke barátnak, és az, hogy. és az ön, hát egy ön, önvédelmi reflexnek, hogy félnek a, attól, hogy a Moldova belesodródik a háborúba. Tehát, hogyha itt most a, itt felsoroltam, négy-öt olyan pontot, ilyen, ami potenciálisan veszélyforrás, vagy robbanás veszélyes helyzetet teremt, akkor azt látjuk, hogy Moldovában az a bizonyos puska ott van a színpadon. Tehát hát ott van, akkor előbb meg előbb-utóbb el szokott sülni. Tehát egyértelmű, hogy nagyon figyelni kell Moldovára. Nem véletlen az, hogy egyes légitársaságok megszüntették, vagy ide fölfüggesztették a repülést Moldova, fővárosába a járatokat. Tehát azért mondom, hogy, hogy akkor, amikor az Ukrajnában dúló háborúról beszélünk, akkor a széles értelembe kell nézni. Tehát nagyon sok helyen, ahol veszélyes, potenciálisan veszélyes pontok, gócpontok vannak, egészen a Balkánig vagy a világ más részein, ezek ebben a hektikus helyzetben robbanás veszélyes pontokká változnak. Ilyen Moldova is jelen pillanatban.